Megenged egy rövid kérdést? Hiába próbáltuk, nem tudtunk kérdezni Matolcsy Györgytől a gazdasági bizottság ülése előtt. A jegybank elnök a Nemzeti Bank tavalyi eredményéről számolt be a képviselőknek, azt mondta, nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő munkát végeztek. Biztosítottuk az árstabilitást, a pénzügyi stabilitást, illetőleg támogattuk Magyarország kormányának gazdaságpolitikáját. Matolcsy György szerint hitelezési fordulatot hajtottak végre, történelmi mélyponton 0,9%-on áll az alapkamat, a jegybank pedig nyereséges, tavaly 50 milliárd forintos plusszal zártak. Meg kell tudni magyarázni azt, hogy miért nőttek a fizetések akkorákra, amekkorákra nőttek. Az MSZP Szakács László arra utalt, hogy a 24.hu tegnap közölte, az elmúlt években a jegybanki dolgozók létszáma 2013 óta a pénzügyi felügyelet beolvasztása után is 30%-kal nőtt. A bérköltség 500 millió forinttal emelkedett, a monetáris tanács tagjainak fizetése pedig háromszorosa a 2012-esnek. A jegybank elnök szerint ez normális. A botrány az, hogy ön ezt botrányosnak tartja, a képviselő úr. Ez botrányos. Ez lenne politikai támadás. Az elnök szerint a Nemzeti Bankban lévők a piaci keresetek átlagát keresik, az Unióban pedig a harmadik legkevésbé jól fizetett jegybank a magyar. A fia is. Ugye a bútorgyárhoz 1,5 milliárd forintos uniós támogatást kapott. A Párbeszéd képviselője pedig azt szerette volna tudni, hogy a jegybank elnök fiának, Matolcsy Ádámnak a tulajdonában lévő Balaton bútorgyár miért kapott 1,5 milliárd forintos uniós támogatást okos irodák kialakítására. 7,5 milliárd ember, mindannyiunk rokona a földön. Matolcsy György megismételte, hogy neki minden hívő ember a rokona, így nem lehet azzal vádolni, hogy kedvező helyzetbe hozná a családtagjait. Nem korlátoz senkit, és nem jutalmaz senkit. Az, ha bárki az én nevemet viseli, vagy a családom nevét viseli. A gazdasági bizottság elnöke egyik ügyben sem talál kivetni valót. Azt nem gondolom, hogy bárkinek amiatt kellene hátrányt szenvedni, mert a neve az valamelyik állami vezetővel, vagy éppen mondjuk a jegybank elnökének a nevével azonos. Viszontlátásra! Matolcsy György az újságíró kérdéseire az ülésről kifelé menet sem válaszolt.